város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Ezekben a percekben is zajlik Pécs megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése. A helyszínről tudósítunk, Szijjártó Ildikó jelentkezik. Szervusz, köszöntöm a nézőket! Az ülés kezdetén a polgármester köszöntötte a városunkba érkezett terra csínai küldöttséget. A testvérvárosunkból érkezett delegáció vezetője Valerio Golfieri elmondta, hogy látogatásuk fő célja, hogy a két város közti kulturális gazdasági kapcsolatokat elmélyítsék. Napirend előtt a Berek utcai általános iskola jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos jogi aggályokat vetette fel Körömi Attila. Mint ismeretes, a közigazgatási hivatal törvényességi észrevételt tett az eljárással kapcsolatban. A téma újratárgyalását kérte még a jelenülésen Staubernő is. Dr. Toller László válaszában elmondta, hogy a július 1-i közgyűlésen ismét napirendre veszik a kérdést, de változtatásra nem lát reményt. Meissner András bizottsági elnök szerint is szükséges még egy hét az előterjesztés megalkotására. A napi rendi sor tárgyalása 11 óra előtt kezdődött. Egységes szerkezetben került a testület elé a 99-es költségvetés, mely mindazokat a változtatásokat, átcsoportosításokat tartalmazza, melyek az év első hónapjaiban történtek, s átvezetésre kerültek az időközben érkezett központi előirányzatok is. Mindezzel együtt körülbelül 526 millió forinttal nőtne az idei költségvetési főösszeg, és ezzel 17 milliárd forint fölé emelkedne. A vitában Döblázio Antónió ellenzéki képviselő kifogásolta, hogy az anyag továbbra sem kezeli a forráshiányos költségvetést. A rendelet elfogadásához kétharmados többségre lett volna szükség, a szavazásnál viszont csak 22-en nyomtak igen gombot, ugyanis 4 kormányzó koalícióhoz tartozó képviselő igazoltan ugyan, de távol volt. Az előterjesztést így nem fogadták el. Nem fogadták el ezzel azt a rendelet módosítást sem, mely szükséges lett volna ahhoz, hogy pénzek átcsoportosításával kifizethetők legyenek olyan közalkalmazottaknak járó nem rendszeres juttatások, mint például a többletmunkáért járó összegek. Ezután ügyrendi vita kerekedett, az ellenzék külön szavazást kért az erről szóló határozati javaslatról, ezt azonban nem támogatta a többség. A téma a jövő héten újra napirendre kerül. Mára még 30 napirendi pont van vissza, melyek megtárgyalását követően a testület zárt ülést tart. Szijjártó Ildikó, köszönjük szépen a tudósítást. Kedves nézőink, a közgyűlés munkáját a híróra után továbbra is élőben közvetítjük, az esti híradóban pedig összefoglalót adunk az eseményekről. Városunk immár harmadik alkalommal ad lehetőséget arra, hogy értelmileg akadályozott fiatalok egy országos konferencia keretében találkozhassanak és beszélhessenek életükről, sorsukról. A rendezvénynek a Pécsi Honvéd Kollégium ad otthont. A háromnapos konferencia az Én életem, az én sorsom címet viseli. Mivel az értelmi fogyatékosok nagy mértékben a környezetüktől függenek, a rendezvény az önállóságra való törekvést emelte ki fő céljául. Megszületett nagy nehezen az esélyegyenlőségi törvény, de a társadalom nagy része olyan előítélettel van a sérült emberek iránt, úgyhogy a nehézséget jelen pillanatban ez okozza, ez a bizonyos előítélet a mássággal kapcsolatban. Weisz Miklós a budapesti zsidó hitközségből érkezett a konferenciára, s izraeli útjáról tartott beszámolót. Voltunk a Hottengernél, a Kizatportfalnál. Kibúzva, mert sok mindent megmértünk nagy élményből. A fiatalember egy dél-dunántúli város fitnessklubjában dolgozik. Enyhén fogyatékos, de a munkahelyén ezt nem tudják. Nagyon jó nevőszülőm van, azért mert a gyivitől kapott pénzt, az rám kötötte, nem a saját részére. Miért van az, hogy bennetek mérhetetlen nagy szeretet lakozik? Hát szerintem, aki egy csöpöt ilyen beteg, mint például én, az egy csöpöt jobb szívű. A konferencia szüneteiben gitár kerül elő, s a hamarjában összeállt kis csoport vidám énekével szórakoztatja a résztvevőket. Az önkormányzat központi napközéje ebben az esztendőben a Szivárvány gyermekházba költözött, így a gyerekek az ott szervezett nyári napközivel közösen vették birtokukba az intézményt. Az unatkozás és a veszélyes csavargás helyett biztosítanak kellemes programokat a Szivárvány gyermekházban lévő nyári napközik. A július 30-áig tartó foglalkozások 6 turnusban várják a diákokat, hogy hasznos időtöltést biztosítva felügyelet mellett lássák vendégül a gyermekeket. Az a tapasztalatunk évek óta, hogy a szünet első hetét megpróbálják valahogy úgy kezelni a családok, hogy az iskolából ne egyenesen valami kötött foglalkozásra induljon a gyermek,
de hát természetesen ez nem mindenütt megoldható, és az a célunk, hogy jól érezze magát itt a gyerek. Úgy tűnik, hogy idén is sokan választották ezt az elfoglaltságot számukra, hiszen közel 90 gyerek van ezen a héten is. A napközi már fél héttől fogadni tudja a diákokat, így a kora reggel munkába induló szülőknek sem jelent problémát gyermekük elhelyezése. A programok egyébként 8 órától kezdődnek, és 17 óráig nyújtanak elfoglaltságot. Az egész nyári programnak az a célja a szivárványba, hogy lehetőség szerint segítsünk azokon a családokon, akik nem tudják elhelyezni nyáron a gyereküket, és ne csellengő, kulcsos gyerekeket lássunk itt legalább a környékünkön. A napközi táboron belül Lemese milyen csoportfoglalkozást választott? Kerámiázást. És miért pont ezt? Azért, mert szerettem volna szép kerámiákat készíteni, és szerettem volna kipróbálni a korongozást. És hogy megy, mit készítesz éppen most? Most egy képkeretet készítek. És kinek a képe kerül majd bele? Anyué vagy apué. A Szivárvány Gyermekházban működő napközi táborok folyamatosan várják a jelentkezőket, és ígérnek kellemes programokat egészen augusztusig. Július 1-től mégis többet kell fizetnünk a gázszolgáltatásért, mint eddig. Két hét múlva ugyanis ebben a szolgáltatási körben is bevezetik az alapdíjat. A tarifamódosítás következtében a háztartások kiadásai 1800 forinttal nőnek évente. Ez a havi elszámolásban a háztartási földgáz fogyasztóknál 150 forint többletkiadást jelent. Az alapdíj bevezetését az indokolja konkrétan, hogy ugye minden háztartásnak, aki földgázt felhasznál, van képítve egy csatlakozó vezeték, és ezeknek a csatlakozó vezetékeknek az üzemviteli amortizációs költségét akkor is ki kell fizetni, akkor is felmerülnek, hogyha nem történik gáz felhasználás. Július 1-től átlagosan 3,5%-kal fizetünk többet a gázszolgáltatónak, mint eddig. A fogyasztó fizetési kötelezettségeit a tarifamódosítás nem változtatja. Mindössze a számlasor lesz kicsit hosszabb, és a pénztárcánk kicsit laposabb. A gázdíjszámlákon meg fog jelenni ez az alapdíj sor, amiben havonta az éves alapdíjnakból visszaosztott havi egy hónapra eső alapdíj meg fog jelenni, illetve nyári időszakban abban az esetben, hogyha nem kapnak számlát a fogyasztók, azért, mert vagy nincsenek otthon, vagy nem tudtuk leolvasni, vagy nagyon kevés lenne a fogyasztás, akkor a következő számlán a visszamenőleg is ki fogjuk számlázni ezt az alapdíjat. Az minden esetre megnyugtató, hogy a gáztarifa reform kidolgozásánál döntés született arról, hogy a villamosenergia esetében a közeljövőben nem vezetnek be alapdíjat. Több mint fél éves előkészítő munka után találkoztak az 5 perc C európai közlekedési folyosó megépítésében érintett országok képviselői. Horvátország, Bosznia-Hercegovina miniszterei, hazai részről pedig Markotai Sándor közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi osztályvezető számolt be a konferencia eredményeiről, valamint a közeljövő feladatairól. A kormány ez év május 26-án határozott a 10 éves gyorsforgalmi úthálózatépítési programról, mely hazánkban 630 km út kiépítését tartalmazza. A projekt része a Budapest-Szekszárd útszakasz is. Ennek kiépítésével létrejönne a közvetlen összeköttetés a főváros, valamint az infrastruktúrálisan elmaradott Tolna és Baranya megyék között. Az útépítés jelentőségét hangsúlyozza a jelenleg használt 6-os és 56-os számú főutak kiemelkedő forgalomnagysága, rossz műszaki állapota. A konferencián a horvát, a bosnyák és a magyar fél is kifejezte a mielőbbi határmetszéspontok kijelölésének fontosságát. A programban résztvevő országok elsődleges célja a 10 éves program megvalósítása, az építés folyamatosságának biztosítása, valamint a jó nemzetközi együttműködés fenntartása. Egy kormányrendelet szerint július 1-től a házi orvosoknak a betegek adatait informatikai adathordozón kell rögzíteniük. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Családorvosi Intézete más szervezetek együttműködésével a házi orvosképzés keretében szervezett tegnap szakmai programot, hogy segítsen eligazodni az informatika világában. Az előadásokon szó esett többek között az elektronikus dokumentumokról, az egészségügyi adatok vételméről és az intelligens kártya alkalmazási lehetőségeiről.
Az egészségügy területén is egyre több a számítástechnikai alkalmazás. A fejlesztések célja az orvosi ápolási tevékenység informatikai támogatása. A szolgáltatások gyorsaságának és magas minőségének biztosításához megfelelő eszköz lehet az intelligens kártya. Régi probléma már a magyar egészségügyben, hogy az egészségbiztosítás költségei azok feneketlen zsákba mennek, és ezért próbálunk az európai közösség mintájára bevezetni egy olyan kártyarendszert, ami nem papírkártya, mint ami jelenleg használatos, hanem intelligens kártya, ami azt jelenti, hogy a beteg azonosítási adatain kívül tartalmazza az egészségügyi adatait is, sőt a biztosítási adatokat is. Most ehhez társul egy úgynevezett professzionális kártya, amely az orvosok részére lehetővé teszi, hogy a páciensnek a egyébként titkos egészségügyi adataihoz hozzáférjenek, és ugyanígy a biztosító részére pedig a pénzügyi adatokhoz való hozzáférés biztosítja. Jövőre a tervek szerint a közgyógyellátottak részére indulna egy egyszerűsített kártyaprogram, de más elképzelések is teret kaptak. Itt a szomszéd megyében, Somogy megyében már egy 5000 kártyás kísérletet lefolytattak Naszlati professzor vezetésével, amely egy ilyen teljes egészségbiztosítási kártyarendszer célzott már, az eredményei nagyon biztatók voltak. A korszerű rendszerek működtetéséhez az orvosoknak megfelelő informatikai ismeretekre kell szert tenniük. A családos orvosok részére tartó tanfolyamot szerettük volna kiegészíteni, up to date, tehát a kort hülyen tükröző meghívott előadóval, tekintettel, hogy az elektronika, számítástechnika és különösen az intelligens kártyák témaköre egy nagyon gyorsan fejlődő és hozzátehetjük avuló terület is. A július 1-jével életbe lépő rendelet betartására, azaz a páciensek adatainak informatikai adathordozón való rögzítésére a házi orvosok jelentős része nincs felkészülve. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mint leendő házi orvosok, rezidensként módunkban áll felkészülni dolgokra, de a most praktizáló házi orvosok többsége csak magánúton, magánszorgalomból készülhetett föl. Elég nehezen, úgy érzem. Bár az elmúlt hónapok jugoszláviai eseményei viszonylag távol estek határainktól, mégis különös figyelem irányult a pécsi határőrigazgatóság tevékenységére. Az elmúlt fél év munkájáról esett szó a tegnapi sajtótájékoztatón. Az állampolgárok biztonságérzetének erősítését tekinti továbbra is elsődleges feladatának a határőrség. Hangzott el az első féléves munka értékelésének alkalmából tartott sajtótájékoztatón a pécsi határőrigazgatóságon. Itt az igazgatóság működési területén felfedett bűncselekmények és szabálysértések száma, ez olyan jó 20%-os vagy talán még nagyobb növekedést is jelent, ami azt jelenti, hogy a szabálysértés és bűncselekményt elkövetőknek a többsége az illetékességi területünkön azért elfogásra kerül, és a szükséges eljárást meg tudjuk ellenük indítani. A közelgő határőrnapon nem csak a számvetés, hanem az eredményes munka ünneplése is elmaradhatatlan. Ezúttal vasárnapig tartó színes programsorozat nyújt majd kikapcsolódást. Az országos ünnepségek gyakorlatilag 25-én lesznek belügyminisztériumban és a határőrség országos parancsnokságán, míg itt az igazgatóságon különböző sportversenyeket rendezünk 25-én. 26-án tartjuk ünnepi személyállománygyűlésünket délelőtt 11 órakor a berendelt állománynak és a meghívott vendégeknek a sajtó, reméljük a sajtó jelenlétében. Vasárnap délelőtt pedig Püspök Szent Lászlón kerül sor Szent László király szobrának a megkoszorúzására, és jó ide esetén a Matyi tónál egy kis szabad délután tudunk, egy horgász délután tudunk rendezni. A határőrség jövőbeli tervei közé tartozik a színvonal megtartása, valamint az állomány felkészítése az Európai Unió követelményeire, hogy szükség esetén megfelelő partnerek lehessünk. Végezetül kérem, hallgassanak meg egy közleményt. Kádár Géza független kisgazdapárti képviselő holnap, azaz 25-én 17 órakor fogadónapot tart a Mezőszél utcai általános iskolában. Önök a város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen időjárás jelentéssel folytatjuk, maradjanak velünk! Időjárásunkat az elkövetkezendő napokban egy anticiklon alakítja.
Ma kevés felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Az északi szél mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 22 fok között alakul.